facciamo in questi giorni breve omelie un po' su ciò che stiamo facendo. Ezekben a napokban egy rövid homiliát fogunk tartani arról, amit csinálunk. È la chiesa degli angeli custodi. Ez az őrangyalok temploma. E allora cominciamo un po' con gli angeli. Akkor kezdjük egy kicsit az angyalokkal. Il mondo antico è praticamente stato diviso da due realtà. Az antik világ gyakorlatilag két részre oszlott, két valóságra. Il mondo profano e il mondo sacro. A világias világra és a megszentelt világra. Molto spesso coincideva il profano con la terra. Az egyik világ gyakran egybeesett a földdel. E il sacro con il cielo. A másik, a megszentelt világ pedig az éggel. Ma non sempre. De nem mindig. Perché poi queste due realtà si compenetravano. Mert azután ez a két valóság egymással keveredett. E alle volte questa compenetrazione veniva ostacolata dalle forze oscure. És ezt a keveredést néha sötét erők akadályozták. E queste forze oscure si sono possedute del mondo cosmico. És ezek a sötét erők kiterjedtek a kozmikus világra. E lo hanno travolto. És, in una battaglia contro uomo. És egy csatát váltottak ki az ember ellen. Ma nella Bibbia, nella tradizione ebraica, de a Szentírásban, a héber hagyományban, e soprattutto nella tradizione poi cristiana, és azután főleg a keresztény hagyományban, niente di questo esiste. Ebből semmi sem létezik. Non c'è, nel cristianesimo non c'è la distinzione e separazione tra profano e il sacro. A kereszténységben nincsen megkülönböztetés a világias világ és a megszentelt világ között. Per noi cristiani non c'è niente di profano. Mert nekünk keresztényeknek nincsen semmi világi. Può esistere purtroppo solo profanato. Csak világiasság létezik. Ma non profano. De nem világi. E quando nel mondo antico si avvicinava allo spazio sacro. És amikor az antik világban közeledtek kicsit a szent térhez, dove dovrebbe essere Dio, la divinità, ahol az Istennek, az istenségnek kellett lakoznia, si entrava in un'atmosfera magica. Akkor egy mágikus légkörbe léptek be. Tutto diventava un po' particolare, strano. Minden egy kicsit különleges, egy kicsit furcsává vált. E in effetti la magia è proprio questa zona. És éppen ebből származik a mágia, ebből a zónából jött létre. Dove l'uomo riesce in qualche modo gestire le divinità. Ahol az ember egy kicsit bizonyos módon képes irányítani az istenséget. O a favore di sé. A maga javára. La magia bianca. A fehér mágia. O a sfavore degli altri, la magia nera. Másoknak a kárára a fekete mágiával. Ma è una manipolazione dell'uomo che fa. De ez tulajdonképpen az embernek a manipulálása, ami történik. E più che si è vicino allo spazio molto sacro, és minél közelebb megy a nagyon szent térhez, più questo clima magico è intenso. Annál inkább intenzívebbé válik ez a mágikus tér. Allora gli oggetti cambiano, le cose cambiano, la materia cambia. Megváltoznak az anyagok. Nella Bibbia niente di questo. A Bibliában semmi sincs ebből. E nella Chiesa tanto meno. És az egyházban még kevesebb. Perché vedete, ad Abramo Dio si presenta. Mert látjátok, Ábrahám előtt az Úr megjelenik. In un modo totalmente nuovo, mai prima nella storia. Egy egészen új módon jelenik meg előtte, úgy, ahogy a történelem folyamán előtte soha. Un Dio che si presenta dentro uomo. Olyan Isten, aki az emberben, az emberen belül jelenik meg. E comincia un dialogo. És párbeszédet kezd. Dio si presenta come colui che esiste in modo di relazionarsi. Az Isten olyan módon mutatkozik meg, mint olyan Isten, aki kapcsolatot létesít.
Dio crea una relazione con Abramo. Isten kapcsolatot létesít az emberrel. Questo non è mai esistito. Ez soha nem létezett. Senza che Abramo sia schiacciato, ma Abramo rimane libero. Anélkül, hogy Ábrahámnak meg kellett volna adnia magát, Ábrahám szabad maradt. Una relazione che lascia liberi. Olyan kapcsolat ez, amely szabadon hagy bennünket. E allora, per il nostro mondo cristiano, a mi keresztény világunkban, Dio si presenta come una comunione. Isten úgy mutatkozik meg, mint közösség. Come comunione delle sante persone, delle santissime persone. Mint szent emberek, a szentek közössége. E perciò si manifesta come una vita delle relazioni tra le persone. És úgy mutatkozik meg, mint az emberek közötti életnek a kapcsolata. E più si avvicina a Dio, és minél közelebb megyünk Istenhez, più si incontra una popolazione enorme, annál nagyobb társasággal, népességgel találkozunk, che si amano, akik szeretik egymást, che si creano le relazioni d'amicizia, akik kapcsolatot létesítenek egymással, baráti kapcsolatokat. E le due sponde si uniscono attraverso le relazioni d'amicizia. És ez a két pólus a baráti kapcsolatok által egyesül. E questo sono gli angeli. És ezek az angyalok. E proprio come diceva Basilio il Grande. És ahogy nagy Szent Bazil Vazul mondta. Se cominciamo con il verme. Elkezdjük az igével. E verme non è molto bello. Az nem nagyon szép. È un sacco di fango. Ja, nem, bocsánat, verme. Verme, sì. Verme. Questo animale. Sì, sì, sì. Féreg, egy féreggel kezdjük. È un sacco di fango. Az egy kis föltúró. E poi se saliamo. És utána megyünk följebb. Arriviamo all'uomo. És elérkezünk az emberhez. E più che saliamo verso Dio. És minél közelebb megyünk Istenhez. Più alta esistenza. Annál magasabb fokára érünk a létezésnek. E questa altezza si riconosce nelle relazioni. És ez a magasság a kapcsolatokban ismerhető fel. Più alta è vita, più ricca è la relazionalità. Minél magasabban van az élet, annál gazdagabbak a kapcsolatok. Più debole è vita, più si è isolati. Minél gyengébb az élet, annál jobban elszigeteltek vagyunk. Allora, tra uomo e Dio, dice Basilio, c'è una giungla di esseri viventi. Nagy Szent Bazil azt mondja, hogy így közöttünk egy dzsungel, az élőlények dzsungele van köztünk és az Isten között. E questi esseri sono più perfetti di noi sotto aspetto di relazionarsi, di amore. És ez a dzsungel szeretett lényekből áll. E l'uomo li ha riconosciuti così e li ha messo le ali. És az ember így ismerte fel őket, és szárnyakat adott nekik. Nell'iconografia, essere che ha le ali. Így az ikonográfiában úgy ábrázolják őket, hogy ezeknek a lényeknek szárnyuk van. Significa che appartiene a un mondo più alto del nostro. Ez azt jelenti, hogy a mi világunknál magasabb világban léteznek. Perché le ali indicano il livello di altezza dell'essere. A szárnyak a létezésnek a magasságát jelentik, arra mutatnak rá. L'uomo non può volare. Az ember nem tud repülni. Allora non c'è ali. Nincsenek tehát szárnyai. E perciò alle volte questi angeli vengono descritti come si coprono il volto con le ali. Néha az angyalokat úgy ábrázoljuk, hogy betakarják az arcukat a szárnyaikkal. E questo significa proprio che quel grado superiore dove si trovano. És ez éppen azt jelenti, hogy azon a magas szinten, ahol ők vannak, ci impedisce a noi di conoscerli veramente. Nekünk nincs oda bejárásunk szabadon arra a szintre, ahol ők vannak.
È molto più facile conoscere ciò che è sotto di te che ciò che è sopra di te. Sokkal könnyebb megismerni azt, ami az ember alatt létezik, mint ami az ember fölött. Ciò che è sopra di te è impenetrabile. Ami az ember fölött van, oda behatolhatatlan az ember, nem tud bejutni. Ma si può rivelare. De ki lehet nyilatkoztatni. Si può comunicare. Ki lehet, közölni lehet. E questo sono gli angeli. És ezek az angyalok. Gli amici di Dio. Isten barátai. Che Dio manda a noi come nostri amici. Akiket Isten küld, hogy a mi barátaink legyenek. Perché se Dio è la comunione. Mert ha Isten a közösség. A lui si è vicino per le relazioni. Mi hozzá a kapcsolatok által tudunk közeledni. Dio è amore. Isten a szeretet. E si conosce nell'amore. És a szeretetben ismerszik meg. E gli angeli sono le persone che amano. És az angyalok olyan személyek, akik szeretnek. Sono solo le relazioni. Csak kapcsolatok. Non hanno corpo. Nincsen testük. Loro non si possono relazionare verso di sé. Önmagukkal nem tudnak kapcsolatot létesíteni. Come noi ci relazioniamo verso il nostro corpo. Mint ahogy mi viszonyulunk a testünkhöz. Loro sono solo rivolti o a Dio e all'uomo. Ők csak Isten felé fordulnak, vagy az ember felé. Sono il ponte. Ők képezik a hidat. Sono quell'amore che unisce due sponde. Ők jelentik a hidat, amelyek ezt a két pólust összekötik. Bene, per primo giorno basta così. Jó, akkor első napra ez siamo arrivati al ponte. Most elérkeztünk a hídhoz.